A Vajdasági Birkózó Akadémia ad majd otthont a helyi birkózó egyesületnek is. A tervek szerint az akadémia munkáját külföldi neves edzők is segítik majd. Az akadémiának igazából a célja az, hogy az egyéneknek a kvalitását emeljük. Minden gyermek marad a saját anyaegyesületében, tehát mi nem csapatot építünk, hanem szeretnénk minél maximálisabb eredményeket kifacsarni a gyerekekből. Azokból a gyerekekből, akiknek lesz egy nagyon kemény elhatározás, hogy igenis vállalni tudják ezt a többletmunkát, hiszen avval a munkával, amit most a klubokban folyik, nem tudunk a nemzetközi mezőnybe szerepelni. Komoly családi háttér is kell ehhez, tehát a családnak a támogatása nélkül ehhez nem megy, és persze azok az egyesületek, akiknek most tagjai ezek a gyerekek. A környező településekre fognak járni. Mi szeretnénk azt, hogyha ezt a névsort, amit majd ez a mai napi találkozó után is egy munkacsoporton fogunk megvitatni, a hónap végig elkészül, hiszen lesznek jó néhány olyan fiatal, akinek át kell iratkozni más iskolákból a környező iskolákba, és hát ezeket szeretnénk mindent időben lerendezni, hogy ők csak aztán a birkózásra tudjanak fókuszálni. A gyerekek gyakorlatilag itt 24 órás felügyelet alatt lesznek, sőt, mi több, ugye, mivel távol lesznek a családtól, a gyerekeknek az iskolai előmenetelit is az itteni nevelőedzők, vagy a nevelők fogják kísérni a szülők felhatalmazás alapján. És hát azt várjuk, hogy ez a vajdasági sikeres birkózás folytatódjon, hiszen itt vannak a nagy elődök, mint ahogy láttuk, ugye Viktort is, Krisztiánt is és a többieket, de azt a munkát, amit a leszegényedett egyesületek most tudnak nyújtani, az nem elég ahhoz, hogy a nemzetközi mezőnyben is sikeresen tudjanak versenyezni. Nem segédedző lesz a Krisztián, sokkal nagyobb szerepe lesz. Ő lesz talán, így mondom, az edzés munka krémje, tehát ő az ember, aki motivációt kell maximálisan, hogy adjon a gyerekeknek, hiszen majd a munkáján keresztül, meg az ő hozzáálláson, a beszélgetéseken keresztül majd látni fogják a gyerekek, hogy a Fries Christian is ugyanígy indult, az első lépésre a szőnyegen, és az első nemzetközi versenyeken ő is ugye alul maradt a versenyeken, de ahogy egyre jobban belemelegedett, egyre komolyabban vette ezt a sportot, ugye mérhetetlenül nagy eredményeket ért el, és úgy gondolom, hogy minden fiatal gyereknek példaképként fog szerepelni, és persze nem csak példaképként, hanem aktív részeseként az edzéseken, és várjuk azt, hogy ez egy olyan húzó erő legyen, hogy egyre több gyerek előtt, egyre több gyerekben felébredjen az a vágy, hogy ő is igenis szeretne nemzetközi eredményeket elért birkózóvá válni. Az akadémiának kétfajta, hogy így mondjam, tagja lesz, ami a versenyzőket illeti. Az egyik csoportba tartoznak azok a gyerekek, akik más lakóhelyről jönnek ide a kanizsára. Ők bent lakóként fognak működni. Körülbelül olyan 30 gyerekkel szeretnék indulni, ebből egy 8-10 kislány és 12-20 fiú, majd meglátjuk pontosan, ugye, hogy fog kialakulni a szakmai elbírásolás után. És lesz még körülbelül egy 15 fiatal, akik zentaik és kanizsai fiatal birkózók, akik minden nap jönnek az edzésre, de nem fognak itt lakni, hiszen a közelség ezt nem igényli. Úgyhogy gyakorlatilag itt egy 40-45 gyerekkel dolgozunk, és ha még azt elmondom, hogy ez az épület fogja az otthont nyújtani a kanizsai birkózó egyesületnek is, azért akkor lesz olyan edzés, ahol 70-80 gyerek is egyszerre püföli egymást, ami azt jelenti, hogy a versenysportban, az kimondottan fontos a küzdősportban még különösen, hogy minél több fajta sparring partner legyen, minél több fajta technikájú, felkészültségű, más-más szellembe küzdő ellenféle küzdjé meg, hogy minél sokoldalúbbá válját és az edzések folyamán. És ami még egy nagyon fontos momentuma lesz a dolognak, hogy ugye időről időre egy-egy csapat akadémiai tag az edzőkkel Budapesten fog edzeni, az ottani akadémiai tagokkal, és időről időre budapesti birkózó palánták jönnek az ottani edzőkkel ide kanizsára, hogy még tovább fejlesszük ezt az egyéni képességeket. Az előbb mondott egy különleges szobát is megmutatott. Ott mi kap helyet, ki kap helyet, és mire szolgál majd ez a helyiség?
Igen, szándékunk az, hogy komoly együttműködést alakítsunk ki a Birkozó Világszövetséggel, ugyanis a Birkozó Világszövetségnek van egy oktatási nevelési programja, és ezen az oktatási nevelési programon keresztül szeretnénk vendégedzőket fogadni az akadémiára. Az azt jelenti, hogy a Világszövetség nekünk ide fog küldeni olyan mesteredzőket, akik a világ más tájáról jönnek, egész másképp látják a birkozást, más kultúrából és más technikai fölkészültséggel, és ezek az edzők segítenék majd mindannyiunknak a munkáját, és ezek számára mi kiépítettünk egy úgynevezett apartmant, ahol ezek több hónapot, akár fél évet, évet is tudnának itt tölteni, akár a saját, akár a családjukkal, tehát egy három helységes vagy négy helységes helységből álló apartmant alakítottunk, ahol nappali, minikonyha, egy ilyen nappali, egy hálószoba és egy gyermekszobát is magába foglal. Úgyhogy hát felkészültünk mindenféle variációra, és megteszünk mindent, hogy minél több és eredményesebb munkát tudjanak itt elvégezni a fiatalok. A sportlétesítmény megtekintésén jelen volt Friss Krisztián, Európa-bajnok is. A birkozó részt vesz majd az akadémia munkájában. Hatalmas megtiszteltetés ez, amikor Bálint Zoltán megkeresett az akadémiával kapcsolatban, hogy mint ilyen segédedző, természetesen ezt a dolgot bevállaltam. Hatalmas segítség a gyerekeknek, hiszen minden föltételük itt meg van adva, ami az eredményekhez szükséges. Remélem, hogy azokat a dolgokat, amiket mi tanultunk, át tudjuk majd adni a fiataloknak, és előre is sok sikert kívánok nekik. Legfontosabb a kitartás és a sok gyakorlás. Ezt üzeni Nemes Viktor birkózó azoknak a gyerekeknek, akik a közeljövőben a Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémián szeretnének pallérozódni. Nekem nagyon tetszik ez az akadémia, én úgy gondolom, hogy egy nagyon jó központ lesz a jövendőbeli birkózóknak. Mondhatom, hogy nagyon sok hasonló helyen voltam, de ez lesz az egyik legszebb, és úgy gondolom, hogy minden elvárás teljesít, és nagyon örülök neki, hogy egy ilyen létesítmény fog kerülni Kanizsára, és remélhetőleg minél többet én is itt tudok majd lenni, és itt tudok edzeni. A gyerekeknek pedig azt üzenem, hogy kitartóan edzenek, és egyszer eljutnak olyan eredményekhez, ahogy nekem is sikerült, csak a legfontosabb, hogy kitartók legyenek, és soha se adják fel. A Magyar Kanizsai Vajdasági Birkózó Akadémián a munkálatok 85%-a már megvalósult, ami azt jelenti, hogy másfél hónap múlva befejeződik az építkezés. A tervek szerint a sportolók már szeptembertől birtokba vehetik az új épületet, emelte ki Bálint Zoltán, a Vajdasági Birkózó Akadémia Alapítvány ügyvezetője.